tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőasszonyt, a képviselőtestület meg jelenlévő tagjait. Közben még a polgármester kerestetik, mert Bíró Gyula az imént meg itt volt, de kiszaladtak érte, úgyhogy ki fogunk egészülni vele. A jelenléti ív szerint kapitány Gábor nincs jelen, de jelenléti ív szerint Molnár Gábor se, őt viszont egész határozottan látom itt magammal szemben, úgyhogy majd arra kérem a kollégákat, hogy még vele is írassák alá a jelenléti ívet, akkor ebből az következik, hogyha mindenki bekapcsolja a készülékét, akkor elvileg nekem azt kellene látnom, de nem látok persze semmit, de most már látok 14 fővel a képviselőtestület, most már fizikailag határozott képes, és akkor egy aláírás innen még hiányzik. Szóval sok szeretettel köszöntök mindenkit. A képviselőtestület tehát határozatképes, a televízió előtt a munkánkat, kis figyelemmel kísérőket is köszöntöm. A mai rendkívüli képviselőtestületi ülésnek talán indokolni sem kellene, de a szabályokat tartsuk tiszteletben e tekintetben is, tehát a sürgősségi, tehát a rendkívüli testületi ülést indokolni illik. Az előző képviselőtestület ülésen a februárin, ahol is a város költségvetéséről döntöttünk február 26-án, két nagyon fontos kérdésről tettem említést az ülés elején. Az egyik egy megdöbbentő történet, ami a röviden úgy fogalmazható meg, hogy hogyan vált a közszolgálati, önkormányzati finanszírozású köztelevízióból kereskedelmi magántelevízió, és akkor jeleztem, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket jogilag is, és más tekintetben is vizsgálja a hivatal, és a lehető legrövidebb időn belül, akkor még reméltem, hogy esetleg hétfőn, de hát ugye azért pár nap kellett ahhoz, hogy az anyag alátámasztottan megfelelő szakmai háttérrel elkészülhessen. Tehát ennek megfelelően az első napirendi ponti javaslat az a köztelevízióra vonatkozik. A második pedig, ugye, amiről szintén tettem említést, bocsánat, napirend előtti hozzászólás gyanánt, az pedig a koronavírussal összefüggésben hangzott el. És erre vonatkozóan azóta, ugye addig gyakorlatilag 26-án este, ha jól emlékszem, akkor kaptak a családorvosok egyfajta tájékoztatást, azóta sokféle anyag érkezett ide a hivatalhoz is, és az is arra indított bennünket, hogy a költségvetésben a szükséges intézkedésekhez bizonyos feltételeket is tegyünk lehetővé, már anyagi feltételeket, és hogy azokra a kérdésekre, amik fölmerülhetnek egy esetleges későbbi időpontra, ahhoz a szükséges hátteret lehessen biztosítani. Ez a második napi rendi pont, a harmadik pedig az egy meghosszabbítása ugye a tömegközlekedésre vonatkozóan a minisztériummal a megállapodásnak. Tehát ez a három napi rend, és mind a három sürgőssége, vagy hát igen, a döntés fontossága és az ügy fontossága, illetve sürgőssége indokolta tehát a rendkívüli testületi ülést. Ez a három javaslat napi rendi pontra, egyéb indítvány a hivatal részéről nincsen, írásban nem érkezett hozzánk más. Kérdezem, hogy a napi renddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele vagy kérdése? Ha nincsen ilyen, akkor szavazunk, aki egyetért a napi rend tárgyalásával és ezen napi rendekkel, az szavaz igennel. Kérem szépen a szavazatokat. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 egyhangú szavazattal fogadta el a képviselőtestület az ülés napirendjét. Kérdezem, hogy napirend előtt kíván-e valaki szólni? Látom, hogy többen is jelentkeznek. Szeretném képviselőasszonynak is, nem tudom, Gyula, te is nekem jeleztél? Nem, jó. Jelezni mindenkinek, hogy napirend előtt csak képviselő szólhat hozzá. Ha egy konkrét napirend miatt van jelen képviselőasszony, akkor ott van lehetőség 2 percben az SMS-ünk szerint hozzászólni. Köszönöm szépen a megértését, és akkor az első napirendre térünk rá, ha nincs napirend előtti hozzászóló, ez pedig döntés a helyi televíziózással kapcsolatban. Nem szeretném nagyon részletesen ismertetni azt, amit már az előző ülésen megtettem, de azért mindenképpen túl azon, amit már itt a bevezetőben a sürgősség
indoklásánál elmondtam, azt szeretném ismertetni szó szerint, ami az előterjesztésben szerepel a feladataink okán, mert ugye az előzményeket azt már részletesen ismeri a képviselőtestület, aki pedig figyelemmel kísérte az előző ülésen a testület munkáját, az szintén. Viszont a konklúzió, hogy mi a teendő egy olyan esetben, ami ilyen körülmények között alakult ki, ahol jogi eljárásokra is szükség lesz, és nyilvánvaló hatóságokhoz is kell fordulni, bírósági ügyek is fognak vélhetően ebből keletkezni, de a legfontosabb az, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a lakosság a helyi ügyekről tájékozott legyen, azaz, hogy a város lakosait tudjuk tájékoztatni. Tehát szükség van a Budaörsön egy közszolgálatában álló, ténylegesen működő helyi televízióra. Más településekhez hasonlóan ez úgy oldható meg a legjobban, ha a helyi művelődési ház végzi a média szolgáltatást. Ehhez elengedhetetlen a művelődési ház alapítókiratának módosítása, ez az egyes számú melléklet. Szükséges a Televideo Budaörs Kft. Által tett felmondás elfogadása is, valamint a haszonkölcsönbe vett eszközök visszavétele, illetve a korábban tulajdonba adott eszközök, illetve ingyen használt ingatlanok jogi sorsának, továbbá a Kft. Névhasználatának a rendezése is. Mint korábban már jeleztem, indokoltnak tartom az alapítóokirati jogokat gyakorló bírósághoz, illetve szükség esetén más hatósághoz fordulni az alapítvány, illetve annak kezelő szerve működésének törvényességével, valamint az alapítvány tulajdonát képező Televideo Budaörs Kft. Üzletrészének a kurátorok általi megszerzésével kapcsolatban, úgy ítéljük meg, hogy nem maradhat ez jogi következmények nélkül, tehát ezzel kapcsolatosan is felhatalmazást kérünk a képviselőtestülettől, és a határozati javaslatok ennek megfelelően lettek megfogalmazva. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása? Ha nincs képviselői hozzászólása... Ja, jelző úr szólt két. Köszönöm a bizottsági ülésen, és elhangzott, hogy azzal a kiegészítéssel szeretnénk a hármas határozati javaslatot elfogadni, hogy továbbá az önkormányzat által nyújtott támogatásból vásárolt eszközök vonatkozásában is. Felolvasom az egész mondatot, hogy egyértelmű legyen. Igen. Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a Televideo Budaörs Kft. Részére az önkormányzat által ingyenesen átadott eszközök, és itt jön a beszúrás, továbbá az önkormányzat által nyújtott támogatásokból vásárolt eszközök, vége, valamint a Kft. Által ingyenesen használt önkormányzati helységek sorsának rendezése felül szükség esetén jogi eljárásokat is igénybe véve. Tehát az a beszúrás történt ebben a módonban, hogy továbbá az önkormányzat által nyújtott támogatásból vásárolt eszközök. Igen, világos. Ahogy ez egyébként a szövegben benne is van, csak egyszerűen a határozati javaslat részből kimaradt. Képviselőasszony, akkor ehhez kívánt hozzászólni. Ugye akkor még egyszer mondom, 2 perc a korlát, és ott annál a mikrofonnál lehet hozzászólni. Igen. Tisztelt képviselőtestület, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok ehhez a kiemelten fontos témához. Azért jöttem el, mert szeretném önöket arról biztosítani, hogy nagyon sokan figyeljük azt, hogy a helyi televízióval mi történik, és én támogatni szeretném polgármester úrnak az előterjesztését, és nagyon szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire fontos az, hogy akár a város, akár a térség polgárai szabad, független, pártatlan tájékoztatást kapjanak. Én azt gondolom, hogy közcélú szolgáltatást nyújtó intézményeknek a köz kezében van a helye. Azt gondolom, hogy országosan is így kell ennek történni, és én azt szeretném, hogyha a szavazatukkal azt tudnák aláhúzni, hogy a budaörsi polgárok a megfelelő tájékoztatást a közérdekű ügyekben és minden más érdeklődésre számba tartó ügyben közforrásból tudják megkapni. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattak, nem akarom igénybe venni az idejüket tovább. Nagyon köszönjük a munkájukat, és bízom, hogy a szavazatuk is ebbe az irányba fog mutatni. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselőasszony. Löffler Dávid kért szót. Köszönöm a szót, tisztettel köszöntök mindenkit. Nagyon gerjed a mikrofon. A névhasználat kapcsán szeretném kérdezni, hogy a Televideo Budaörs Kft. Nevében a Budaörs elnevezésre vonatkozó további névhasználat megtiltása is szerepel a határozatok között, hogy ez mennyire fér bele a demokrácia szabályaiba. Értem nagyjából a célt, de mégiscsak mondjuk képzeljük el, hogy a Budaörsi Napló vagy Budaörsi Infóval megromlana a kapcsolat az önkormányzatnak, akkor úgy dönthetnénk, hogy ők ezentúl nem használhatják a Budaörs nevet. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy ez mennyire
Egyrészt mennyire jogszerű, hogy megtiltjuk a névhasználatot, meg mégiscsak ez a KFT szolgáltatott eddig, annak ellenére, hogy amiket elmondott polgármester úr, mik történtek az elmúlt időszakban, bár vannak itt azért elég furcsa kérdések, hogy hogyan történtett eddig a támogatásuk, az még továbbra se derült ki. Abba egyetértek Szélbernettel is, hogy a helyi tévé támogatása nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy nagy értéket képvisel a Budaörs tévé. Azt, hogy mennyire volt elfogulatlan, hát abban azt hiszem, hogy akik nézik ezt a tévét, azért láthatták, hogy milyen műsorok mentek rajta. Nincs ezzel feltétlenül baj, én nagyon szeretem ennek elérni a Városi Magazint, ami egy folyamatos képet ad a városban történtekről. Köszönöm szépen, nem az első eset, hogy a Fidesz részéről kritika hangzik el a helyi televízióval kapcsolatban. Én annyit szeretnék mondani, hogy ha egyszer majd a köztelevízióban mondjuk nem csak a választások után hívják meg a főpolgármestert, és nem olyan gyalázatos módon, ahogy ez megtörtént, akkor fogom tudni értelmezni azt, hogyha egyébként nagyjából kiegyensúlyozottan vannak jelen a képviselők a helyi televízióban, még akkor is, hogyha az arányok jelentősen eltérnek, akkor is igyekszik erre törekedni a televízió, akkor értelmezni tudom ezeket a kritikákat. Ugyanakkor azon nem vagyok meglepődve, hogy képviselő úr aggódik azért, hogy egy láthatóan gátlástalan módon közpénzen létrejött televíziónak, hogy ne fogalmazzak úgy, hogy aztán jogilag ez problémát jelentsen, tehát hogy hogyan sikerült azt megoldani, hogy egy közalapítvány által létrehozott közszolgáltató cég, aminek a neve egyszer csak a saját működtetése kapcsán úgy alakult át, hogy kereskedelmi magántelevízió, és hogy a közalapítványt felügyelők adták el saját maguknak, hogy ön aggódik azért, hogy ez a Budaörs nevét viselheti, ez önt minősíti, a képviselőtestületet meg az, hogyha ezt a névhasználatot meg fogja szüntetni. Ez nem a demokrácia, hanem kérdése, hanem elemi jogi kérdés. Hogyha ezt megtartanánk, akkor követnénk el azt a hibát, ami hát egyébként az a kérdés jogos, hogy történhet. Ugye józan észre nagyon nehéz fölfogni, hogy lehet valaki olyan gátlástalan, hogy egy ilyen akciót végigvigyen, hogy közpénzből folyamatosan lenyúlva saját maga számára közalapítványként eladva egy céget, aztán ott a saját hozzátartozóját annak kinevezve vezetőjének. Szóval, hogy ő nem ezt tartja a legnagyobb problémának, meg nem azt tartja a problémának, hogy a Fideszhez közel álló, egyébként hát a nevét nem fogom kimondani annak a szélső jobboldali orgánumnak, ami arról híres, hogy hát azt hiszem a legtöbb pert sajtóhelyreigazítás kapcsán ő veszített el, számomra még annyira sem méltóak, hogy a nevüket elmondjam, és hogy reagáljak rá, vagy bepereljük őket. Az, hogy az önök országgyűlési képviselője egyébként lelkesen osztogatta azt a cikket, az sokat elmond arról, hogy vajon miért jelenhetett meg, és mondjuk talán ő miért jelent meg az előző ülésen, de ezzel nem szeretnék foglalkozni. Az viszont ténykérdés, hogy itt van egy ügy, amiben a városnak semmi más dolga nincsen, mint hogy azt a gátlástalan eljárást, amit eddig az alapítvány és az alapítvány elnöke, az általuk létrehozott KFT, amit most már harmadszor mondom el, úgy vásárolt ki, hogy az egészen biztos jogilag is ütközik sok mindenbe, a tekintetben rendet tegyen, és biztosítsa azt, hogy a jövőben ugyanaz a szerkesztőség, aki eddig is dolgozott, és akinek a munkájába soha nem szóltunk bele, legalábbis remélem, hogy ezzel így volt a másik oldal is, még ha esetleg próbálkoztak, akkor sem jártak sikerrel, remélem egyik oldal részéről sem, zavartalanul tudjon működni. Az, hogy lesz esetleg egy olyan átmeneti időszak, ahol kiesik a szolgáltatás, de a legfontosabb az, hogy a legrövidebb időn belül a Budaörsi Televízió köztelevízióként tudjon működni, és ne tudjon abból senki pénzt kiszivattyúzni, és senki ne rendelkezhessen az önkormányzat által önkormányzat pénzén létrejött televíziónak az eszközei felett. És hogy ezek után annak a cégnek, amelyik ilyen módon járt el, és akivel semmilyen jogviszonyunk nincsen, a Budaörs nevet használja, ha ezt a Fidesz fontosnak tartja, akkor szavazzon ellene, természetesen az előterjesztés tartalmát fenntartjuk. Cucor Gergely a szó.
Köszönöm szépen a szót, szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem terveztem, hogy hozzászóljak ehhez a napirendhez. Sok olyan kérdés volt, ami az előző testületülésen függvében maradt, és nem kaptunk rá választ. Ugye polgármester úr akkor még egy ambiciózus tervvel állt elő, hogy konkrét előteresztéssel jön majd tehát a következő testületülésre. Ez az előteresztés szerintem túl sok konkrétumot nem tartalmaz. Azt mondja, hogy persze a Jókaiban meg kell vizsgálni, meg ezt az egészet tovább görgeti, de hogy nem látom ebben a megoldást, és ugyanakkor meg nem értem, vagy nem érzem annak a biztosítékát, hogy a TV gond nélkül fog tudni tovább működni. Én sokkal inkább féltem a adás szünetet, vagy magának a csöndnek a beálltát, amit nyilván el kéne kerülni oldaltól függetlenül. Amit polgármester úr többször aláhúzott, hogy milyen skandalumban működött ez az alapítvány és a KFT, ugye különféle jogi csűrés csavarásoknak az okán. Ugye ez egy bírósági kérdés, nyilván majd a bíróság meg fogja ezt ítélni, és ők ezügyben remélhetőleg mindenki számára megnyugtató válaszokat fognak számunkra adni. Én ebbe külön nem mennék bele, de azt mindenképpen szeretném aláhúzni, hogy egy 30 éve együttműködő az önkormányzat és az alapítvány közötti együttműködésről van szó, tehát hogy ezt korábban nem látta a hivatal, azt kötve hiszem, hogy itt vannak adott esetben visszásságok, ha csak arra utalunk, hogy 2017 óta ugye valamiféle eljárás van az adott KFT vagy alapítvánnyal szemben, tehát hogy kellett volna látni már ezeknek a diszonanciáknak a jeleit, és nem éreztem azt, hogy ez ügyben lépés lett volna. Tehát furcsálom, hogy most ez pont itt következett be. Az utolsó, ez egy konkrét kérdésem lenne, hogy kapott-e meghívót a másik fél, mert ugye az előteresztés az maga a polgármester úrnak a aspektusát mutatja. Ha féltjük, itt az országgyűlési képviselőasszony mondta, féltjük a nyilvánosságot, meg féltjük a demokráciát, akkor nyilván ebbe bele kellene férjen az is, hogy a másik felet is meghallgatjuk. Önmagában az, hogy ő kiadott egy sajtónyilatkozatot, amit én nem minősítenék így, ahogy a polgármester úr, abból tudunk valamiféle információ töredéket, de ez nem a teljes egészében való kép. Tehát én örültem volna adott esetben, hogyha a elnökségből, kuratórium elnökségből, vagy a KFT-nek a vezetőjéből, teljesen mindegy, látnék itt valakit, aki a kérdéseinkre adott esetben tudna válaszolni. Nem látok itt közülük senkit, tehát feltételezem, hogy kaptak meghívót. Erre szeretnék választ kapni, hogy mellettek-e ők ebbe vonva, tudtak-e arról, hogy bizottságülés volt múlt héten, bizottságülés volt most, testületülés van. Örülnék, hogyha erre kaphatnánk választ, mert ha tudtak és nem jöttek el, akkor nyilván az egyfajta üzenet számunkra, hogy hogyan vélekednek erről az egészről. Köszönöm szépen. Hát én nem vagyok csalódott képviselő hozzászólását tekintve. Három dolgot említettem a képviselő. Az egyik az, hogy voltak ambiciózus tervei a polgármester úrnak, azt hiszem így fogalmaztál, és hogy hát most itt csak általánosságok vannak. Én nekem ebből azt követően, hogy nem olvastad el az előterjesztést. Itt médiajogász, a hivatal szakértői elkészítettek mindent ahhoz, hogy egyébként ez a televízió működni tudjon. Azt állított, hogy 30 éve van az együttműködés. Ugye, amikor velem szemben a választások előtt mindenféle aljas bűncselekményeket követtek el, akkor ezt akkor tudtam meg, amikor ez, hát hogy is mondjam, manifestálódott. Előtte nem tudtam, addig nem tudhattam. Itt is ez történt. 5 évvel ezelőtt játszották át ezt a közpénzen működő televíziót, és nem tudott róla senki, mert ki a fene gondolt arra, hogy ilyen gazemberséget bárki megengedhet magának. Ezt akkor tudtuk. Azért fordultuk a testület elé, mert világossá vált. Előtte senki nem tudta, senkinek nem volt olyan információja, hogy ilyet bárki merészeljen megcsinálni. De én örülök, hogy azokért aggódtok, és azt tekintettek másik félnek, aki a közpénzzel így bánik. Azért megkérdezem jegyző urat, hogy a Fidesz felvetése szerint van-e itt másik fél? Hát igazából nincsen másik fél, de az, hogy tudnak-e az ülésről, akkor tartsunk ellenpróbát. Itt van a tévé? Itt van. Akkor tudnia kell az ülésről, nyilván, mert különben nem lenne itt. Tehát nyilván tudnak arról, hogy most ülés van, és tudnak arról, hogy bizottsági ülés van. Köszönöm. Igen, hát ez egy huszáros gordiuszi csomó átvágás volt. Löffler Dávidé a szó. Köszönöm a szót. Van a dolgok, amiben akár egyet is értünk polgármester úrral, és azt gondolom, hogy akár még igaza is van polgármester úrnak.
Ugyanakkor van egy Televideó Budaörs Kft., ami éveken keresztül támogatási szerződést kötött vele az önkormányzat. Nem volt vele különösebb probléma, most problémák vannak, és erre fogja magát az önkormányzat, és megtiltja a Budaörs név használatát. Én azt gondolom, és ez furcsa, hogy egy országgyűlési képviselő azt gondolja, hogy ez támogatandó, hogy egy Kft.-től vegye el a város névnek a használatát, annak ellenére, hogy éveken keresztül támogatási szerződésben volt vele. Én azt gondolom, hogy bár a televízió kapcsán lehet sok igazság abban, amit polgármester elmondott, de az nem egy demokratikus lépés, hogy elvesszük a Kft.-től a névhasználati jogot. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben mondjuk a Budaörsi Naplóval, Budaörsi Infóval megromlana a viszony, akkor is ezekben az esetekben is ezt csinálna a város. Tehát ez egy elég fura demokrácia értelmezés szerintem, nem egy jó irány. Ettől függetlenül a többi ügyben meg kell tudni tisztázni ezeket a kérdéseket, de én azt gondolom, hogy a névhasználatot betiltani az olyan, mint hogyha el lehetetlenítenénk egy működő sajtóterméket. Köszönöm. Tisztelt képviselő, a város névhasználatáról szóló rendelet tartalmaz kitételeket. Ha ön ezt nem tudja értelmezni, és másodszor is elmondja ezt a nagyon nehéz minősíteni, megpróbálok uralkodni magamon. Hát akkor a szamárság, amit mond, hogy az elképesztő. Remélem, amikor az ön nevét valaki majd használja, miközben meglopja, akkor ugyanígy fog eljárni, és azt fogja mondani, hogy nyugodtan hívjanak Löfflernek téged ezen túl is. Hát ugyanerről van szó. Hát a városnak a köztelevízióját valaki lenyúlta, méghozzá nagyon furcsa körülmények között, amiért majd itt jogi eljárások lesznek. Ezért, hogyha ő a jövőben a város nevét használja, azzal meg fogja téveszteni azokat az embereket, akik ebben a városban élnek. A város névhasználatáról szóló rendelet pedig azt tartalmazza, hogy rendeltetésszerűen lehet csak az adott célnak megfelelően használni. Tehát, hogyha a városban lesz egy budaörsi első magánpékség, most mondtam egy légből kapott valamit, akkor annak nem sok köze lesz ahhoz, hogy a városnak milyen közszolgáltatása van, és nyilván nem fogjuk ezt a nevet megvonni tőle. De hogyha az egy olyan dolgot fog tenni utána, hogy meglopja a vásárlóit, nem fizet adót, vagy bármi olyat tesz, ami jogi eseteket von maga után, akkor természetesen a névhasználatot vissza fogjuk vonni. Mi történt itt? Köztartozások, egy csomó olyan dolog, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy saját magával ír alá az alapítvány kuratóriumának elnöke egy adásvételi szerződést, és utána az a pénz nem jelenik meg a beszámolóban, amennyiért az alapítvány eladta ezt a Kft.-t az alapítvány elnökének. Hát ez, ne vicceljünk már, ez komolyan gondolod tényleg, hogy ezek után a nevet, a Budaörs nevét ők használják? Hát hány embernek adjunk még Budaörs névhasználatot ahhoz, hogy mindenféle visszaélést elkövethessen már? Bocsánatot kérek. Komolyan mondom, tényleg meg vagyok döbbenve. Ráadásul ez az előterjesztés alapvetően arról szól, hogy hogyan tudjuk biztosítani a jövőben azt, hogy a város televíziója, mint közszolgáltató működhessen. Én azt gondolom, hogy itt, amit a hivatal előterjesztett, és még egyszer mondom, ha figyeltek, még egyszer mondom, az előterjesztést nem én készítettem. Tudom, hogy én írtam alá. Én vagyok az előterjesztő. Maximálisan egyetértek vele. De a hivatal szakemberei minden kérdést megfontolva, azt szem előtt tartva, hogy tud hosszú távon is biztonságosan úgy működni, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő, mint ami itt történt, hogy egyértelmű legyen az, hogy a névhasználat esetén a Budaörs nevet ki és milyen módon használhatja, hogy milyen jogi eljárásokat kell tenni, hogy e tekintetben a város által vásárolt eszközöket hogyan tudja a város visszaszerezni, ezekre kerestek megoldást, és ezt tartalmazza az előterjesztés. És akkor még egy dolog, mert Cuszor Gergely egyébként helyesen azt mondta, hogy 30 éve, szerintem még az több is, most már talán mint 30 éve, még a tanácsi időben indult ez el. Ezért ez egy örökség. Azért nem bántottuk, mert feltételeztük jóhiszeműen, hogy tisztességes felek lesznek azok, akik ezt a dolgot folytatják. Ugye nem hangzott a mai ülésen még az el, hogy egyszer csak történt valami furcsa helyzet, és akkor mi a bírósághoz fordultunk, már pont azért akkor is, hogy a városnak a felügyelete az evidens lehessen ebben a kérdésben, hogy a gazdálkodásra és minden másra rálátása lehessen. De a bíróság úgy ítélte meg,
hogy a budaörsi önkormányzat nem jogutódja a budaörsi tanácsnak. Ebből következően a bíróság jelölte ki a kurátorokat. És innentől kezdve ezek a kurátorok saját maguknak eladták ezt a televíziót. Hát az ég szerelmére, könyörgöm, próbáljátok már belátni, hogy amit itt most e tekintetben a részletekről elhangzott, hát az nagyon nehezen védhető. Ha nincs több hozzászólás, akkor térjünk rá a szavazásra. Miután módosító indítványt én nem hallottam, de ha rosszul értelmeztem, akkor ha valaki úgy gondolja, hogy van módosító indítvány, jelezzen. Bocsánat, a képviselők részéről. Jegyző úrnak parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottsági ülésen én tettem módosító javaslatot arra, hogy mi egyetértünk a hivatal által készített előterjesztéssel, azzal a kiegészítéssel, ugye, hogy legyen benne egy kvázi próbaidő, tehát szeptember 30-án térjünk erre vissza, tehát tudunk ezzel azonosulni, de hát a TV ügye az én azt gondolom egy nagy horderejű ügy, ne legyen egy gránit szilárdságú, bebetonozott állapot. Attól, hogy visszatérünk rá, nem azt jelenti, hogy bárki bármit rosszul csinálna, de kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a módosító javaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Azért azt jó, többen jelzik, hogy hozzászólnak, azért fontos tudni, hogy ha az önkormányzati intézménye végzi ezt a tevékenységet, akkor bármikor vissza lehet rátérni, hogyha eltér a közszolgálati alapelvektől, vagy ha nem megfelelően látja el a feladatát, vagy a pénzekkel nem úgy gazdálkodik, ahogy ezt az önkormányzat, és amilyen célra az önkormányzat biztosítja. Lacik Zoltán, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Csak egy mondat, a tényszerűség kedvéért jelezni szeretném, hogy a kulturális bizottságban Kisberg képviselő úr módosítójavaslata nem kapott többséget, és én magam a bizottság elnökeként hasonló tartalomban szóltam hozzá most a polgármester úr, mondván, hogy a képviselő úr az idők folyamán bármikor erre a kérdésre visszatérhet, tehát nem láttuk indokoltnak, hogy szerepeljen az előterjesztésben. Én a jó szándékot érzékelem a javaslatában, de az automatikusan teljesül akkor is, ha ezeket elfogadjuk. Tehát önmagunknak fölösleges beépíteni egy olyan mechanizmust, ami egyébként működik, mert hogyha bármi hibát látunk, bármelyik intézményünknél, akkor természetesen kötelezettségük is eljárni ezzel kapcsolatban. Jó, tehát, hogyha más módosító indítvány nincsen, akkor kettő van ezzel együtt, akkor még egyszer megkérdezem Kisberg Balázstól, hogy fenntartod a javaslatot, vagy el tudod fogadni az érveinket? El tudom fogadni. Nagyon szépen köszönöm. Akkor egy módosító indítvány mégis van, amit jegyző úr jelzett az ülés elején, nevezetesen ami a haszon bérbe adott eszközökön túlmenően azon eszközökre is vonatkozik, amelyeket korábban az önkormányzat pénzéből vásároltak meg. Tehát azzal a kiegészítéssel szó szerint, ahogy jegyző úr az ülés elején a határozati javaslat egyik pontját kiegészítette, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, ami 5 pontból áll, az szavaz igennel. Kérem szépen a szavazatokat. Köszönöm szépen. 12 igen, 2 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a javaslatot. Következő napirendi pontunk a koronavírus terjedését megelőző intézkedések. A bevezetőben már jeleztem pár mondatban, hogy különböző tájékoztatók voltak az ügyben, amikor én az előző ülésen a témáról beszéltem, akkor bár ezzel kapcsolatban hát nem túl tisztességes bejegyzéseket és támadásokat tapasztaltam, és fölhívtak ezekre a figyelmemet. Éppenséggel az ellenkező igaz, mint amit ezekben állítottak, nevezetesen, hogy én a pánikot tartom nagy bajnak, és a pánik oka szerintem az, hogy nincsenek egyértelmű tájékoztatások ezzel kapcsolatban, sőt, még sokszor a szakemberek is bizonytalanok a tekintetben, hogy mit tegyenek. Mi ezt, én akkor jeleztem, hogy ez két területen érzékelem, az egyik az, hogy elképesztő az, hogy a Facebookon terjed folyamatosan az, hogy üres polcokat mutatnak, és már tényleg
a kézmosó eszközöktől kezdve a liszten át mindennek a felvásárlására buzdítanak szinte, vagy akár ez meg is történik, és ez tényleg szerintem őrületes. A másik gondot abban láttam, hogy két kolléganőnk esetében merült föl, az egyik éppen Velencéből jött vissza, a másiknak a férje pedig Veronából, és megkerestük a tiszti főorvost, aki nem adott egyértelmű információt, ezért jegyző úrral egyeztetve saját hatáskörön belül, ha úgy tetszik, azt kértük e két munkatárstól, hogy maradjanak otthon 14 napig. Tudnélik, hogyha azt szerint járnának el, mint ahogy egyébként a 10 vagy 27-én kiadott Emberi Erőforrások Minisztériumából származó államtitkári levélben van, amiben arra kérik fel az intézményvezetőket, hogyha a gyermekük vagy bármilyen hozzátartozóik az említett területeken jártak, akkor a terület elhagyásától számított 14 napig a gyerekek egészségi állapotát fokozottan figyelemmel kísérjék, és amennyiben a gyermeke ez idő alatt belázasodna, hívják fel a házi orvost, és a kapott instrukciókat tartsák be. Most én nem vagyok orvos, Ritter doktor úr viszont velem szemben az, sok szempontból velem szemben, mert szemben ül velem, és egyébként ő meg orvos, én meg nem. Egyébként már más szempontból nem szoktunk egymással szemben állni. Szóval, hogy megkérdeztem Gergőtől, hogy én nagyon laikusan jól gondolom-e azt, hogy akkor, ha megfigyeljük a gyereket, de addig közösségbe járt, akkor gyakorlatilag a láz megjelenéséig, az alatt, az idő alatt pontosan végigfertőzhet mindenkit, akivel kapcsolatba kerül. Tehát szerintem, amit a operatív törzs meg a népegészségügyi központ az emmivel karöltve kiadott, az egy marhaság. Ezzel együtt van ennek ezzel ellentétes álláspont is. Például az ELTE egyik, talán a rektori levél és egy belső körlevél felszólította a hallgatókat és az oktatókat, hogy akik az érintett területen Rómától északra, illetve más területeken, ahol hasonló problémák merültek fel, azok önként maradjanak otthon ez alatt a 14 nap alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy értelmezhető és egy helyesebb hozzáállás. Körülbelül ilyen keretben egyeztetett a hivatal jegyző úr vezetésével az intézményekkel, és hát természetesen szeretnénk az időseket ellátó intézményeket és a gyermekeket ellátó intézményeket is megfelelő védelemben részesíteni. A másik ok, ami miatt ez a 10 millió forintos keret szerepel az előterjesztésben, az pedig az, hogyha véletlenül úgy adódna, hogy valakik ilyen helyzetbe kerülnek, hogy otthon kell maradniuk, és nem tudják a saját ellátásukat biztosítani, akkor ahhoz legyen megfelelő eszköze az önkormányzatnak, hogy ilyen módon az ő ellátásukról gondoskodni tudjon. Ez vezette a hivatalt, és valamennyünket arra, hogy ezt a javaslatot megfogalmazzuk, és a képviselő testület elé terjesszük. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a legtöbb dolog az, amit tudunk, hogy szinte semmit nem tudunk. Egy új vírusról van szó, aminek a viselkedését, a terjedési módját és nagyon sok mindent nem tudunk. Ezért én azt gondolom, hogy kicsit a dolog túl is van. Hát a lihegés szót nem szeretném használni, de nem találok hirtelen mást. A média folyamatosan ezzel foglalkozik, mert hogy valami olyan világ méretű problémáról van szó, amivel kapcsolatban azért nem véletlen, hogy a WHO is kiadott mindenféle instrukciókat, és mi ahhoz próbálunk, amit a WHO kiadott, igazodni. De nagyon nehéz azt megjósolni, és szerintem a szakemberek sem pontosan tudják azt megjósolni, hogy ez hová fog kifutni, milyen lesz a következménye, de az egészen biztos, hogy senki nem tudja megúszni. Én most abban nem szeretnék belemenni, hogy mit gondolok arról, hogy a nyilatkozatokkal egyezően vagy azok ellenére van-e Magyarországon ilyen jellegű vírus, vagy nincs. Az kétségtelen, hogy ez a két cselány, akinél diagnosztizálták, és pozitív lett a tesztjük, azok itt jártak Magyarországon, és hát azt is látjuk, hogy azért ezek az ellenőrzések nem tudják megállítani a határnál ezt a betegséget, tehát föl kell mindenre készülni. Cucor Gergely a szó. Köszönöm szépen a szót. Én támogatni fogom az előterjesztést. Egy-két gondolatot hagyj fűzzek ehhez a támogatásomhoz hozzá. Az egyik, hogy
Amerikai és ekvádori a két lány. Ez csak így javításként. De valóban Csehországba mentek tőlünk. Prágában voltak. De hogy ugye tegnap az országos tisztifóorvos hosszan beszélt erről az esetről, és hát várjuk a fejleményeit, reméljük, hogy nem lesz különösebb hozománya ennek, tehát hogy inkább vittek, mint hoztak ezek a hölgyek. Ezt kívánom mindenkinek. Én a saját példámat engedjék meg, hogy idehozzam a testület elé. Én nem vettem külön lisztet, meg cukrot. Tehát, hogy nem biztatok senkit erre, hogy spájzoljon be, mert hogy szerintem ez egy fölösleges kör. Utána majd ott fogja kerülgetni, meg süthet belőle fölösleges dolgokat, de tehát ez az én saját példám, amit ide tudok hozni, nyilván nem kell követni, csak mondom, hogy ez egy járható út lehet. A másik, amit a polgármester is aláhúzott, és a ügyvezető polgármester úr is, kabinetvezető úr is mondta a bizottság ülésen, hogy sok a bizonytalanság, ugye új helyzettel találtuk magunkat szembe. A kormányzati lépéseknél is látom ezt a új helyzetre való reagálni próbálást. Nekem egyébként nagyon szimpatikus és normális iránynak mutatkozik, amit az országos tisztifőorvos a tájékoztatói során elmond. Kérdések bennem is merültek föl, de hát ugye ez, ahogy polgármester is mondta, folyamatos kérdésekkel találjuk magunkat szembe, hiszen új helyzet van, amivel eddig még nem találkoztunk. Amit szeretnék zárásként mondani, hogy azt kívánom, hogy ne érkezzem meg se Magyarországra, se Budaörsre, hogy el lehet-e kerülni, ez egy másik kérdés, de pont a Gergő mondta, Ritter Gergely, hogy hát nem különösebben súlyosabb ez a vírus, és akkor javítsa, hogyha rosszul mondom, mint az influenza. Tehát körülbelül ugyanaz a lefolyása, illetve maga a kimenete. Főleg az idősekre kell vigyázni, ezt javaslom mindenkinek, hogyha lehet, akkor ő rájuk figyeljenek, és bízzunk benne, hogy kisebb, nagyobb gond nélkül elkerüljük ezt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőnek egyetlen egy... Mert egyébként, amit elmondtál tartalmilag kivételesen mindenben egyetértünk. Egy dolog, ami mostanában veled kapcsolatban nekem sokszor fölmerül, hogy néha a barátságos gesztus tisztességtelen eszközökkel párosul, és ezt nem tudom hová tenni, de azért az egészen biztos, hogy egy képviselő nem engedheti meg magának azt, hogy köztisztviselővel szemben ilyen megjegyzéseket tegyen. Tehát, hogyha ő nem teheti azt meg, hogy visszahúzásként hasonlót mondjon veled szemben, akkor szerintem neked sem illendő ilyet tenni, és a jövőben erre szeretnélek kérni, hogy ezt tarts tiszteletben. Ritter Gergely a szó. Köszönöm szépen a szót, mindenkit sok szeretettel üdvözlök, mert kétszer is meglettem szólítva, ezért most reagálnék rá. Március 2-án kaptuk a második módosított eljárásrendről szóló szabályozást a Nemzeti Népegészségügyi Központból, ahol viszonylag részletes útmutatást adtak, hogy mik a teendők, a megelőzés, illetve az esetleges kitört járvány esetén. Ezek háziorvosi szempontból azt gondolom, hogy követhetők, tehát gyakorlatilag ugye arról szól, a lényege a dolognak az, hogy két kritériumnak kell megfeleljen az, aki valóban a gyanús kategóriába tartozik. Az egyik az, hogy három tünet közül egyet produkál, illetve 14 napon belül valamelyik érintett országban járt, illetve valakivel olyan kontaktja van, olyan személlyel van kontaktja, aki két héten belül ebben az országokban járt. Ugye a kontamináció az gyakorlatilag két méteres körzeten belül 15 perc együttlét az, ami gyakorlatilag a fertőzésnek a lehetőségét tovább fokozza. Visszatér arra, amit Cucor képviselő mondott, hogy én azt gondolom, hogy semmiféle pánikot nem kellene kelteni, és én ezt a példát azért mondtam az influenza járványok kapcsolatban, jelen pillanatban influenza járvány Magyarországon, akkor is, hogyha a lefolyása nem tűnik olyan súlyosnak, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt volt, nincs annyi, tudomásom szerint még nincsenek meg a statisztikák, nincs annyi halálos áldozata a szövődményeknek, mint amilyen volt 3 évvel ezelőtt. Én ezt csak azért mondtam összehasonlításképpen, mert ez egy jelenleg létező probléma a háziorvos és egyáltalán az egészségügyben. A koronavírussal kapcsolatban az a probléma, az a fő baj, hogy ugye nem ismerjük a viselkedését, ahogy a polgármester úr is mondta. Ennek az első változata 2003-ban már volt, a SARS-CoV-1 néven volt egy járvány, a Közel-Keleten indult,
azt sikerült jól izolálni, tehát abból nem lett világjárvány. Ez annak a mutáns változata, úgy tűnik, legalábbis a virológusok azt írják, hogy ez a COV-2, ez annak a mutációja. Én azt gondolom, hogy itt a fő, legalábbis a személyes véleményem az, hogy itt a fő problémát az okozza, hogy az egész járvány egy olyan országból indult ki, ahol 1,4 milliárd ember, és még azon a helyen is, ahol kitört, ott is azt hiszem 80 vagy 100 millió ember él egy helyen, tehát eleve nagyobb volt a lehetőség, a fertőzés lehetősége, mint hogyha mondjuk ezzel a Kongóból jönne, ahol viszont van egy ebola vírus, ami szerintem ötször olyan veszélyes, mint mondjuk a koronavírus, de hál' Istennek nehezebben terjed ide. Most a mi feladatunk ebben az, hogy ha valaki az előbb említett két feltétel mellett betegnek érzi magát, akkor ő kell felhívja a házi orvosát, és nekünk egy megadott kérdés minta mellett kell megítélni azt, hogy az illető a gyanús vagy a nem gyanús kategóriába tartozik. Ha a gyanús kategóriába tartozik, akkor kell értesíteni a Népegészségügyi Intézet járási hivatalát, illetve ügyeleti idő. És ez vonatkozik mindenkire, tehát aki találkozik ilyen dologgal, az mindenki fölhívhatja a Népegészségügyi Intézetnek a járványügyi hivatalát, a járásit, illetve ügyeleti időben a megyei kormányhivatalt. A következő lépés, ami minket érint, ugye az ilyen esetben akkor a mentők megfelelő megadott telefonszámán értesítjük a mentőszolgálatot, akik egy speciális mentőjárművel az illetőt izolálják és beszállítják a legközelebbi infektológiai ellátóhelyre. Ez az, amit jelen pillanatban ezzel kapcsolatban mondani. Talán egy személyes megjegyzés még, hogy tegnap hallottam, hogy Lengyelországban kormányszinten hoztak olyan rendeletet, amiben azokat a dolgokat szabályozzák, amikről mi itt az intézményvezetőkkel is hétfőn beszéltünk, meg ami most is itt problémaként felmerült. Jelesül azt, hogy a fertőzött, illetve a gyanús esetekben is kötelező a kórházi ellátás, tehát kórházba kell küldeni az illető személyeket. Két hetes karantén kötelező a gyanús esetekben, hogyha nem igazolt vírusfertőzés. Azon kívül, ami ugye nekünk itt anyagi részben probléma, hogy adott esetben táppénzre megy valaki, akkor ezt Lengyelországban kompenzálják, illetve hogy iskolát bezárnak, akkor a szülőket két hétre valamilyen fajta hát kompenzációs díjban részesítik addig, amíg a gyerekkel otthon vannak. És ez tegnap óta, bár úgy tudom, hogy a SZEIM-nek még ezt alá, vagy hiteles, vagy deklarálnia kell, de a lengyeleknél ez már kormányrendeletben megjelent. Még egy mondata, hogyha megengedik, hogy ugye volt egy számomra ellentmondásosnak tűnő részkereste, amit most nem találtam meg hirtelen. A lényeg a dolognak az, ugye, hogy a tiszti főorvosnő azt mondta, hogy amíg tünete nincs az illetőnek, addig nyugodtan mászkálhat, bárhol, nem ilyen frivol módon mondta, de ez volt a lényege. Viszont ha tünete van, onnantól kezdve lépnek életbe az elrendelt rendszabályok. Ugyanakkor van egy mondat, amiben azt mondja, hogy a tünetek megjelenése előtt is lehet már fertőző az illető, a tünetek megjelenése csak fokozza a fertőzés lehetőségét, és összességében a tünetek fokozódása fokozza a fertőzési veszélyt is. Tehát ebből az következik, hogy akkor, amikor az ember még teljesen tünetmentes, a úgynevezett prodromális szakban van, akkor is veszélyes lehet a környezetére, úgyhogy ezért én sem értem igazából azt, hogy ezt ne vegyük komolyan. Tehát a két kritérium megvan, tehát az illetőnek, illetve az illető volt valamelyik országban, akkor szerintem ezt úgy kell fölfogni, hogy lehetősége van a fertőzésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még egy mondatot elfelejtettem mondani az ELTE-nek a belső körlevele kapcsán, ami pont ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ugye ez a bizonyos önként maradjanak azok otthon, akik akár érintettek lehetnek még akkor is, hogyha nincsen tünetük, erre az időre igazoltnak tekintik a távollétüket, legyen szó diákról vagy oktatóról. Tehát én is azt gondolom, hogy ezt nem biztos, hogy intézményi vagy települési szinten erre vonatkozóan jobb lenne, hogyha, ahogy mondtad, bár erről nem volt információm, hogy a lengyeleknél egy ilyen jellegű dolog születik, mert akkor tényleg valószínűleg az önkormányzatok is egységesen tudnának valamilyen döntést hozni ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis a feladatuk meghatározott lenne, hogy mit kell tenniük. Mi most itt próbáljuk
leképezni saját magunk ennek a logika, annak a logikája mentén, amit te is elmondtál, hogy mi a teendő egy önkormányzat területén annak érdekében, hogy a lehető legjobban lehessen védeni, hogy a terjedés ellen védeni a lakosságot. Ha nincs több hozzászóló, akkor az előterjesztés szerinti tartalommal teszem fel szavazásra a kérdést. Aki elfogadja, a szavaz igennel. Kérem szépen a szavazatokat. Köszönöm szépen, 14 egyhangú szavazattal fogadtuk el a 3-as napirendi pont Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges minisztériumi megállapodás módosításának jóváhagyása. TFB ülésén gondolom tárgyaltátok, kérdezem, hogy egyhangulag fogadta el a bizottság, gondolom, mert parancsolnádor. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, mondhatom azt, hogy egyhangulag a bizottság ezt támogatta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a testületet, aki egyetért az előterjesztéssel, azt szavaz igennel. Kérem szépen a szavazatukat. Köszönöm, megállapítom, hogy 14 egyhangú szavazattal fogadta el a testület. Ezzel az ülés végére értünk, az ülést bezárom.